a Magyar Diafilmgyártó Vállalat bemutatja a Répa című diafilmjét. Az apóka ültetett egy répát, és így biztatgatta. Nő, répa, növekedjél gyökérke, jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra. Meg is nőtt a répa, jó édes lett, szép kövér lett, óriási nagy lett. Ment az apóka, hogy kihúzza. Húzta, tépte, cibálta, ráncigálta, de hiába, nem mozdult a répa. Hívta az apóka az anyókát. Anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát, húzták, ráncigálták, de hiába, nem mozdult a répa. Hívta az anyóka unokáját. Unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát, húzták, ráncigálták, de hiába, nem mozdult a répa. Hívta az unoka a kutyát, Bogárkát. Bogárka húzta unokát, unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát, húzták, ráncigálták, de hiába, nem mozdult a répa. Hívta Bogárka a tarka macskát. Macska húzta Bogárkát, Bogárka húzta unokát, unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta répát, húzták, ráncigálták, de hiába, nem mozdult a répa. Hívta a macska az egérkét. Egérke húzta a macskát, macska húzta Bogárkát, Bogárka húzta unokát, unoka húzta anyókát, anyóka húzta apókát, apóka húzta répát. Húzták, jót rántottak rajta. Erre aztán engedett a répa, kifordult a földből. Orosz népmeséből fordította Rab Zsuzsa, rajzolta Elek Lívia, szerkesztette Tímár Zsuzsa, elmondta Horváth Teri.